Gyere! Szopni még, Eri! Ennyi! Eri, bár most aztán lefigyelnek kicsit el. Haszul! Ez az utca még nagyon sáros volt, tehát nem volt kiépített utcája, és elég sok állat volt még. Szinte, hát nem tudom szám szerint, hogy mennyi, de itt jó pár háznál még voltak akkor állatok. Furcsa volt, hogy hajtották ki az állatokat reggel, ki kellett engedni, valaki jött éppen, vitte tovább a csordát. Én nehezen bennünk. Helyen most a... Különben csak azért nem megyünk közére. Egy a csodáról, a sárvájról. Édesapám tehenet 80-ban adta el az utolsót, de 81-ben még is volt. Szóval nem volt feladat, nem volt amiért fölkeljen az ágyból. Nem volt az, hogy hát ott tennem kell, hanem akkor feladta. Az apám éppen mindig mondta, hogy te ha megmaradt, már hogyan állnánk, hogyha nem tudod volna tiáltalá lenni. És azért ez mindig bennem maradt, szóval ez mindig bennem maradt. És azért az első az alkalommal megléptem. Valamikor hátfán két pár ló ment ki a faluból. Hátfán két pár ló. Ma az egyesekkel összeszámolt. On ment ki a faluból. 800 lelkes volt. Valamikor. Jöjjön, gyere! Ma volt arra fej. Miért hát? Nem jobb Janka lájött. Hízzet leteszett Jan veled. A kamert. Ötetetni veled, hő, Jani, csurik vissza! Szabadkát, hogy jöjjünk! Nagyon-nagyon le van, rongyulodva. Tanultam városba. Nem szerettem a nyüzsgést. Nem szerettem a rettenetes nagy zajt. Viszont ott a lent, amikor a tanyán voltunk, nyáron az a tanyavilág gyönyörű. Szeretem a csendet, vagy a madárdalt, vagy az akármit, érted? Szóval már talán azért is vonzott, ki tudja. Nem tudom, igazából akkor ebben az ember nem gondolj bele. Gyere, máma, elvett. Ha visszitek őket. Így, ebben kössük. Tudod, hát ennyit jól lennek is.
Én ebben a porazilagban mindig is bánt voltam. Annak ellenére, hogy tanultam meg, dolgoztam a gyógyszertárban, én otthon eláttam a terneket, hogyha szükség volt rá, vagy akármit. Mit akart megkötött? Úgyhogy nem szakadtam el ettől a porazilagtól, nem volt idegen. De most a parit nem azt szerint választottam, hogy ő mi, hanem maga a lényéért. Szóval az ember, hát nem tudom, én az én elképzelésem nem úgy választ az ember, hogy most az orvos, akkor ezt hozzám megyek. Igen, igen. Nem, hát ebből voltak konfliktusok különben. Mert hogy orvos számtak volna nem, neked. Nem pont orvost érted, de ebből sok konfliktus származott, hogy miért olyanhoz megyek, aki nem tanult ember, de... Vagy doktor, vagy professzor. Azért egyszer-kétszer úgy szóba jött, hogy jobb lett volna, ha elmentünk volna Pestre, mert a Palinak a testvére hívtak bennünket, hogy ne itt kezdjünk, hanem próbáljuk meg ott, mert ők segítenek. De nem tudom, szóval igazán egyikünkben se volt bent az a vágy, hogy akkor most elmenjünk. Itt komoly indulásról sose volt szó. De szóba jött, de hogy talán nem lenne rossz, de aztán nem. Most több állat elpusztult, most rossz idő van, nem jó a termés, akkor most mi is lesz velünk. De olyan komoly problémaként, hogy kenyérgondjaink lettek volna, olyan nem volt. És akkor valahogy, amikor már tényleg úgy alakult, hogy na most már majd, most talán nem is tudom majd, hogyan lesz hónap vagy hónap után, mindig megoldódott. Valahogy a Jóisten mindig megsegített bennünk. Tehát akkor akármi módon mindig valami jött vagy adódott, hogy tovább tudtunk lépni. Valósi emberek reményel, hogy vége van ilyen. Ott a vég. Ha nincs remény, nincs élet tovább, érted? Hát nem úgy van, mint a város ilyen munka után lett ez ilyen 8 óra, ezt a gyecsétal megy össze-vissza, mint a kóborebb. Hát ilyen nincsen. Hát minálunk ilyen nincsen. Itt mindig van valami cél, érted? Amire menni kell. Hát talán szerintem azért, és nem adjuk föl sose a látokat, mind a ketten szeretjük. És én most is azt mondom, hogy az állatokkal bánni, az állatokkal foglalkozni, Egy olyan dolog, visszaadják azt a hálát, meg azt a szeretetet, amit az emberektől nem igen kapsz meg, főleg a mostani világban. Én például, hogyha elmegyek egy munkahelyre, én próbáltam elmenni ilyen alkalmi dolgokra. Én mindig azért jöttem haza, hogy az állat az útba értelmesebb, mint bizonyos emberek. Komolyan. Menjetek! És ez hogy van most? Ez közös vagy van amelyik? Közös, persze! De meg vagy az a borjú, a tiéd, az a tiéd? Tehén azt a volt a borjú, a tiéd, persze! És most buszmarálok őt. Tartjátok. Hát tudod, ezek magyar torkak mind. Magyar torka marha. Igen, de... Hát látod, milyen nekik most... Szép. Érted. De leadjátok így borjuként, vagy meg... Hát ezek olyan 200, körül 250 kilós korba mennek, érted, mint amelyik eléri. Ha valamelyiket meghagyunk, érted, az tovább nő a amikor akkor lesz, hogy ki lehet hajtani, akkor elkerül az egy évet, egy másfél át, akkor ki van hajtva azt a... Igen. Legáll. De tudod, itt nem van már történet, mert ha kihagyod, akkor megcsúlik a francba, érted. Abrakóval van, tudod, meg takarva van neki ezt a félek szépen. Ha felülik, mert nincs más. Nem úgy, nem mindenki olyan könnyen van, mint te, hogy csak sétálgat, sértet. Hát, szépítjük ám, ez úgy működik. De jó, hogy fokosod van, te fiú. Barátom, az van, akit megkínálok vele, ez megcsókolja a napot. Aha. Lefele megy. Volt már rá szükség? Ilyen volt malaszokra. Aha. Ezt hallottam, hogy volt, amikor betörtek. Nem törtek be, csak próbálkoztak. Vinni a borjukat. De adi volt. Pici gyereket meg kellett verni. Hogy egy kicsit adtatok neki? Ja, ott a bőr, elrohadt. Csíkosodott a bőre.
De volt nála traktor, vagy autó? Semmi, hát én arra marra voltam, én arra voltam, ki kinek dolgozol, de nem arultál. Jobba csípültem. Érted? Hát, ja, tudod. Egy... Hát már egy megrendelésre akart valamit, érted? Hát, szóval ez így működik, amit most is, meg akkor is így működött. Gyere, gyere, csak idegen vezetek. Jó van, de így is maradjál. Gyere, ide maradjál. Gyere, kikám. Zala idávna. Azt, hogy hívják ezeket a termeket? A Spirian meg Bimbo. Mennyi idős a Bimbo? 8 éves. Most már nem sokat, ez már több mint egy évi fia volt, hiszen most leadta volna, ha nem a tájmizéria lett volna meg. Aha. Ugye az állapot, azt azért nem adtam le. Másik, ez hány éves? 4 éves. Jó erőben van. 4 éves, ezt túl vettem. Azt mondja meg nekem, hogy gazdálkodik ez a gyerek? Sehogyan. Miért még mindig maga gazdálkodik? Még mindig, addig én gazdálkodtam, meg az anyimből gazdálkodott, az. Egyszer javod az embernek, jó tanácsot is meg se hallgatja. Aha. Hát, mindig azt mondta a régi öreg paraszt, márciusban zsákba vigyék el a havat a határon, akkor is állt. A novemberi havat sohasem, sohasem szabad megdicsérni. A régi öreg közmondat. Én sokszor ott üdögáltam öreg a pázoknak a fáján azért, szegény német Ferenc bácsi. Haladjöttünk, a régen volt. Régen volt, és csak mindig azt hagyjad, akkor régen volt. Te meg azt hagytad, amit állját, Boszniába aztad az animatába, aztad a magadét. Mit gondol, hogy lesz itt a gazdálkodás, Laci bátyám, ha maga esetleg már nem tud? Itt mi nálunk? Ja. Tudja, hogyan? Megmondom én. Amit addig meg lett tépítve, utána kell bontani. Van egy kis haszon ebből a gazdálkodásból? Nincs. Nincs. Semmi? Semmi. Ide figyelj. Egyszer megmondom te neked őszintén. A ráfordítás akkora, a jövedelmet nem tárni meg. Akkor pedig azért, haszon nincs. Teljen sincs. Mi? Teljen sincs. Teljen sincs. Hát nincs olyan csornó. Ja. És se 80 forintért hordja akár a teját, amit elhordanak. Az anyakönyvelő munkakör nem egy jó fizető munkakör volt, egy nagyon kevés kereset. Aztán azért vettük ezt a házat, fel kellett újítani, szóval tulajdonképpen mindig is egy ilyen kereset kiegészítés szolgálta nekem az állattartás. A pedagógusokat sosem fizették túl jól, tehát az én keresetem sem volt nagyon sok. Rengeteget túlóráztam, ezért mindent elvállaltam, amit csak lehetett volt, úgyhogy másfél hónapig reggeltől estig dolgoztam. Ő volt a család fenntartó végül, és nem én, mert ez keveset hozott. És hát azért nagy szükség volt a kiegészítésre még. Na most, ahol 3 gyerek tanul, és nem csak középiskolás fokon, ott még többet kell fizetni, még többe kerül. Az igények is nőnek, bár nagyon megértő gyerekeink vannak, tehát tudják, hogy nincs, és ezt tudomásul is veszik. Nem követelőzők, de hát nagyon be kellett osztani azt, ami jött. Ha csak azt számolom, hogy nálunk naponta, ha mindenki itthon volt, a 4 liter tejet be kellett osztani.
Ha sütöttem, akkor nem volt elég a napi 4 liter tej, már pedig nagyon sokat sütöttem, tésztaféléket. Ha már csak azt nem kellett megvenni, akkor már jó volt. 92-ben lettem leszázalékolva. Hang szívével? Vagy? Igen, igen. Hát, hogy romlott vagy? Hát gyenge, eléggé gyenge, szóval fizikai terhelés minimálisan bírok. Úgyhogy, hát ezt úgy kell beosztanom az időmet, hogy ami munkát végzek, azt azért úgy csináljam, hogy jusson idő a pihenésre, meg hát ezzel tudom így valahogy kompenzálni azt, hogy beteg az a szív, és azért mellette mégis tenni kell vele. Akkoriban mi minden fiatal, én is lázadtam ez ellen a mi ellen, mert hát nagyon nem tetszett, míg a többi ment szórakozni, addig nekem ott volt az otthoni munka, mert hát azért be kellett segítenem, mert se nem volt. Míg a többiek mentek az építő táborba, addig én ittől gazdálkodtam, lázadtam. Aztán mikor leérettségiztem, ugye hazajöttem, akkor én itthon dolgoztam. Csinálta. Hát először a TIESZ irodába dolgoztam, mint adminisztrátor, utána tanácsirodába kerültem, mint adós, utána mint tanácselnök voltam. Aztán utána meg férhez mentem, aztán nem dolgoztam. Hát hányan lehettek akkor a faluba? Igaz, akkor olyan 500 lélekszámos volt. Még akkor tehén is több volt, még akkor élt a falu. A Tiászba én kaptam egy kis tárményt, mit tudom én, lettek a gyerekek az Irénka itthon, csinálta már, nem volt olyan munkahely, se tudod, ahová el tudod volna itt a környékbe helyezkedni. Mikor összekárültünk, ugye akkor a tanács megszűnt, akkor a Tiász ajánlott munkahelyát, tudod, azt mondtam, hogy nem lesz ölte senkinek a családja, akkor megpróbáljuk itthon, tudod, aztán mindig itthon fejlesztettük egy kicsit a gazdaságot. Mikor aztán lett az a verzió, hogy a földet kimérték, meg mit tudom én, akkor hoztam ki Tiászba, volt ilyen lehetőség, 5 tehenet, ilyen vámhasüszőt, abból volt az első tehén. Hoztam aztán még 5 tehenet, tudod. Tisztáján egyszerre levolgyozott az elsőt, meg a másodikot. Aztán gyűjt a diaszálnök, hogy a több fizetést, vagy több tájpénzt kaptunk, minden fizetést. Tudod, azóta sláger azt a diaszgyűlésen, aztán azt megszüntetik már, hogy akkor minden tagnál csak 3 tájén lehet hoztak azt a rendeletet, ugye a vezetőség. Aztán mondja, hogy hát akkor most hogyan tovább tudod, mondom, akkor állva annak útjaink, aztán attól a perszülén kiléptem a Tiászba, ott hagytam minden csapot, papot. Nagyon nehéz volt. Nehéz volt az, hogy szóval küzdöttem, harcoltam saját magammal, mert hát azért lelekötöttem magam, de tudod azért, szóval, hogy nem volt körülöttem az az élet, az a nyüzsgész, az a semmi, hanem csak itt volt, csak a családdal. De aztán már viszont. Ez nagy változás volt neked. Az nekem ez egy hatalmas valami volt. Hány tárnak fejtett? Hát én most hátad. Tűzdi az most tapasztós. Aha. Már hogy bemhessek? Igen. Aha. És az Zoli gyerek? Aha. Hát a Zoli is úgy tudom, hogy ha ott vagy, hát nem tudom. Pontosan. Ez el van osztva, hogy melyik ki? Tulajdonképpen is vagy csak munkába? Mindenhogyan. Igen? Te is? Végül családi gazdaság lett? Igen. Aha. Csak ugye muszáj volt 2, mivel 1 nem lehetett, mert 2 vérszerinti testvér nem lehet egy családi gazdaságba. Hát hogy is lehetne, ugye? Hát az féltestvér, fogadott testvér, bármi lehet, de vérszerinti testvér nem. Az nem. Az nem. Ez akkor gondol. Hát ez világ legokosabb döntése az ilyen.
mi vagyunk a Tahanakér. Már Tahanát ki kell szolgálni kölcsönnek, azt mondja, tudod, a Tahinak kölcsönnek. Ha nem adsz, akkor ő se ad. Hát szép ez az állományos. Fejlődtetek az elmúlt években? Több lett, kevesebb? Hogy? Hát úgy van, tudod, hogy mindig megy ki Örák Tahén, Csalály Tahén, aztán mindig van utánpótlás, Navarre helyette már. Uh-huh. Most is van, nekem három istallón van. Egyik helyen a Bordjuk, a másik helyen a Bámhási szők, a harmadik helyen meg a Zoli bácsinál, meg Jánszizi szők vannak még csak. Tudod, én csinálottam egy komoly istallótárvát, egy 50 férőhelyes istallót, Holmázővásárhelyen van egy ilyen holland típusú EU-s akármi, egy ilyen modern istalló. Csak hát nem fogadták be a teját fedezett meg a lapám. Ma abban az időben már minden kész, tudod, csak a végső soron egy problémám volt nekem, hogy ugye ide akarják a kartul megengedélyezni, de nem, már ide akartuk megcsinálni ezzel a kartuzamosan, tudod. De oda nem engedélyezték. Nem értem. Miért nem engedélyezték? Igen? Azt szerintem maguk se tudják. Amikor úgy mindegyik fejős, akkor mennyit? Tej van egy nap, mennyi tejet fejtek egy nap? Olyan napi, olyankor szok lenni 200 liter a napi. Ezzel mit csinálsz? Hát most cárgyömölki tejizem szállít, két naponta, addig meg hűtőbe tárolva van. Van tejhűtő. Én is, abban van két nap, mert minden másnap szállítanak. Halusiaknak is adtok? Igen, igen. Szabad adni? Igen, igen, igen. Szabad. Azelőtt 10 évvel a Csuka Imre Vácsi kézzel ásúzta a teját fáj. Most itt a tisztaság, meg az, hogy az edények hogyan vannak kirendezve, tudod már. Ha viszik 10 naponként, viszik szigorúan a teját. De hála Isten, hogy el neki a bajom, nekünk az idén nem volt másodosztályi tájunk. Már a srácok figyelik, tudod, ha baj van, félreteszik, az megeszik az állatot. Igen. Hát muszáj, már az osztályon kívüli tájér még neked kell fizetni a megsemmisítésért, ha elviszik. Hát az első osztály, vagy az extra tájér is 60 forintokat. 90 napra. Az igen. Most gondolj bele. Én apám a TSZ-be önként nem lépett be. De azt is tudom, hogy akik előtte is cselédként dolgoztak, azok elsők között
önként és dalolva mentek. Hát ott is megmondták, mit csinálj, mit csináltad, elmehetsz. De ezek az emberek, akik függetlenek voltak, hát részben, azok nehezebben tudtak ehhez alkalmazkodni. Sőt, az apám, ha mondhatom, a halálra én nem tudott, mert mindig emlegette. Én nem tudtam meggyőzni, ha miután én azt elvégeztem, amit elvégeztem, dolgoztam a nagy Jánosházi TSZ-be, örök vitán volt, hogy most melyik a jobb, a kicsi üzem vagy a nagy üzem. Mert hát ugye én a nagy üzem parti voltam természetesen, mivel ott kezdtem meg, hát igazából abban nőttem én bele. Hát még most is állítom, hogy egy jó nagy üzem az többre képes, mint tíz kis üzem. Most a nagy üzemet én nem a régi szocialista termelőszövetkezet alatt értem, hanem egy nagy területen gazdálkodó magánvállalkozás. Ahol szakemberek dolgoznak, szakemberek irányítanak, tehát az a működőnek. Mint ahogy Nyugat-Európában millió van. Meg hát nálunk is most már. Én mezőgazdász vagyok, tehát én nem 13 helyen akarok gazdálkodni, hanem egy helyen. És végül is az egész birtok is úgy lett kialakítva most is, a 120 hektáron nagyjából egyben. Mennyi földet sikerült felpotláson szereznetek? Csak 31 hektár. Lukába 15-öt. 15-öt meg Sárlánon, végül is kevesen. Kis területeket vettem csak. Egyszer már nem volt igazán eladó. Aki eladta, hogy el akarta adni, az nem a helyieknek adta el, hanem adatta el az osztrákoknak. Vagy az osztrákok megbizottainak. Úgyhogy... Miért? Ki tudja. Többet ígért? Meg se kérdezték a helyieket, hogy mennyit ígérnének érte. Nem, ez érdekes. Szóval ez megérne egy misét, de nem csak itt volt így, sok emberrel beszéltem, szóval inkább akárkinek, csak a helyieknek ne. Szóval ez irigység, vagy én nem tudom miért. Ezért tartunk itt, ahol tartunk, már az egész Nyugat-Dunántúl érthető, vagy értendő, hogy egészen kevés terület van magyar kézen. Ez majd akkor derül ki, amikor letelik a 7 év, aztán akkor tiszta vizet lehet önteni a pohárba, hogy ki a gazda. Ez igaz lehet a Dukai határa is? A Dukai határa kifejezetten igaz. Mit tippelsz? 70%. Nem tudom a hátterét, hogy igazából, hogy miért adták el, akik eladták. De mondjuk úgy nem szeretnék a határba találkozni, nem is járnak. De mondjuk ennyire kötődtek a földhöz. Magyarul sem ennyire. Tehát ezek helyi emberek voltak? Ezek helyi emberek, persze. Most is helyben laknak, ott laknak. Hát igen. Mondjuk a mezőgazdaságból élő falunkból ez lett, hogy az ősök földjét pillanatok alatt, amint lehetőség lett rá, azonnal. Azért is biztosan már sokan munkanélküliek lettek, és a pillanatnyi megélhetésükért adták el sokan. Nem mind. Hát nem mind, de azért sokan azért adták el, hogy akkor... Mind. Hát ki azért, ezt nem láttuk. Akkor egy évig bérbe lett adva, az első évben, mert ugye akkor nem volt hozzá eszköz. Csak a következő évben lehetett eszközöket vásárolni. Hát végül is az egy roppant kedvező feltételekkel. Ha jól emlékszem, talán befizetni se kellett, csak egész jelképes összeget. És hát ezek voltak az MDF traktorok, nem? Igen, az MDF által létrehozott rendszer szerint. De ez hát most, hogy az országnak mibe került, azt én nem tudom, de a pénz nélküli induló
termelőknek ez abszolút jó volt, ez biztos. Nem voltak olyanok, akik azt mondták, hogy hát talán nem kéne mondjuk így visszamenni parasztnak? Nem volt ilyen hang a környezetedben? Nem? Nem. Én nem hallottam, ha volt is. De végül is mondhattak volna akármit igazából. Ez én nekem nem visszalépést jelentett. Mondom, én ezt az első pillanatban, mint meg lehetett lépni, megléptem. Nem igazán kényszerből. Nem úgy érted meg, hogy ez kényszer? Nem kényszerből. Már hát sokan kényszer. Most is van olyan kollégám, hogy azt mondja, hogy olyan unalmas a szántás. Hát akkor miért csinálod, ha unalmas? Akkor mást kéne csinálni talán. És nem unalmas? Nekem nem. Nekem nem. És nem is tudsz ebbe elfáradni? Én nem tudok elfáradni. Nekem nem unalmas, igaz? 1000 millió dolgot észreveszek, amit mondjuk más nem vesz észre, és neki alig unalmas. Hát, hogy nem tudom, most mondom, azt csináljon más. Mit lehet észrevenni egy szántást? Mit lehet? Nem csak magát a szántást. Ha beleállítod a traktort a barázdába, ha jól van beállítva, akkor elmegy. Nem kell fogni a kormányt sem. Nyugodtan olvashatsz. Néha olvasni is szoktam. Ha van 1 kilométer hosszú távra, ott már azért mi a végig ér, ott lehet dolgoztatni. Annyi van, annyi madár, annyi minden van ott, amit észre lehet venni, vagy nem lehet észrevenni. Ugye ez emberre válogatja. Hát én abban éltem, szóval én észreveszek mindent, amit esetleg más nem. Szóval én ezt szeretem csinálni. Mert különben nem csinálnak. Az anyadisznó, és az egy malac maradt, és cumis üvegből etettük. Utána darakását evett, aztán meghalt a szokásos darásmoszlékot. És ilyen nagy lett. Jó van, jó van. Olyan okos volt, hogy tudta, hogy a konyháról mikor kijövünk, hozzuk az üveget, majd jött elénk, akkor még kipétázen a résen. Úgyhogy én nem gondoltam, hogy a disznó ilyen okos állat. Nagyon okos. Nézd, mert... De hogy lehet egy ilyen állatot levágni? Hát hiszen ez az. Most majd aztán sajnáljuk. Mert hát... keves. Csak túlságosan kártékony, mert minden tönkre tesz. Igaz? Van, amikor fölállam ide, aztán nézd ki, itt olyan aranyú. Jó van, jó van. 10 évvel ezelőtti árakat fizetnek, idáig. Ha most akkor hol vagyunk? Most állítólag emeltek 30-40 forintokat értenem arra. A disztó meg ugyanott van, mi volt. Ha most akkor hol vagyunk? A pénz meg mit romlott? A 6-7%-ot évente, most akkor 70%-at leszámítsuk. Az áramlott. Ha ott van szalék, az szalmítsuk le, az is áramlott. Mindegy, melyiket mondom. Ha most akkor marad a 30, ami megmaradt. Jancsi. Nem, hát szóval nyilvánvaló romlott az életszínvonalunk. Olyan szempontból is, hogy nem, és annyi nem van, tudjuk előteremteni azt, nem tudod megtermelni annyival a többet, érted? Amit szeretnénk. Például, hogyha most dolgoznék, teszem föl, akkor sokkal könnyebb lenne olyan szempontból, hogyha valamit az ember eltervez, hogy ezt meg kellene venni. Akkor igen. De a mostani viszonylatban nagyon meg kell gondolnom, hogy mit vehetek meg, még mit nem. De ennek ellenére azt mondom, még ez mindig jobb, mint egy
zaklatott életet élni. Tehát mind, amit sokan itt élnek, hogy elmennek hajnalba, hazajönnek késő este, mert itt nem 8 óráznak, itt 12 óráznak, el kell menni szombat, vasárnap, hogy ne dobják ki. Nincs család. Ha otthon van, olyan fáradt, hogy nem tud foglalkozni a másikkal. Vagy éppen úgy van műszakban, hogy elkerülik egymást. Tehát én akkor azt mondom, inkább éljünk szerényen, de akkor a családi béke, meg a családnak az összetartozása, meg az örömteli együttlét, akkor megvan. És akkor én azt mondom, hogy ez többet ér mindenféle anyagi javaknál. Gyerünk! Akkor hajnak a lábai, most nem tudom. Olyan, na gyerek, álljél föl, hát mutatkozz be. Szóval, hogy... Akkor döngetni kell, akkor döngeti a rázsot. Jussi! Gyere! Jussi, na! Gyere! Már leszel a hangtéoktyonnak, amely munkában. Fordulj a gyerek. Gyere, Gyuszi. Hát ezt nem azért tartjátok meg kell, hanem... Ugye... Hát olyan dolog, hogy kell tudod már. Másnap nincs, valamikor az Oliva Acsinak volt, hogy kártyán tartottunk egy tanyt, vagy valami, de most... Meg a Rózsnénynál volt még, a Katusnak, a Szalainak, azt a kifújt, de most ma egyiknek sincs az oknak. Úgy meg a marha, meg a disznó nem megy együtt minden, aztán csak hát annyit, hogy a magunk szükségletére még egyelőre legyen, aztán majd. Már addig a fanatú, ugye nem tudom. Lehet, hogy a gyerekek egyszer csak azt mondja, nem csinálják, disznót vesznek inkább, megölődve, nem tudom. Hát igen, csak már kérdés, kitől lehet venni. Kitől lehet venni, és már én is mindig azt mondom, tudod, hogy már sokszor aztán jönnek ide, tudod, aki hát hozzáértő, meg izé, csak egyet adja, tudod, már azért nem olyan, hogy föl van nyomva, meg ez. Ennek nem olyan a húsa. Évekig nem gyűjtem rá, tudod, hizlaltam, ugye százával itt voltak a fakkok, meg az, még ahol itt a marhák vannak, itt is tovább disznó voltak. Volt tizanya disznóm, volt, úgyhogy száz hizó volt, tudod, meg ez. Aztán, hát volt, amelyiknek rossz volt a lába, vagy valami, ugye fölnyomta a tap, meg az, hát mi legyen, levágtuk, tudod, kihúztuk, közülük lecsaptuk. De viszont aztán nem lett kolbász sohasát. Mondom, öregapám engem nyáron fölküldött a padlásra, olyan kolbász volt, hogy ihaj, most meg nincs kolbász, már ma a füstön megszáradt, az olyan volt, mint a csárfa kéreg. Már hát tág volt a hústuron. Hát ezt egyszer könyödisztót le kellett vágni olyant, ami egyált malacozott. Azt mondja az állatorvos Kálmán, az vágja le, olyan volt széle hossza, egy abból egy szalámi, meg izé, hát mondom, itt van öregapám, izé, nem azért nem hizlalták azok meg egy évig a disznót, már nem tudták volna, hanem azért már akkor az ize is más, meg a izé. Olyan karalja volt, mint a vödöre, négy felé vágta az irenka a szalátet, úgy rántotta ki, már nem fért meg a lábos, meg a tányérba, tudod. Jól érzik a te fordjúit? Mindegy? Éj, hát... Tehát neki is, amik itt vannak, önök az én lábaim vannak. Külön is rendezitek? Igen. Te rendezed még. Igen. Mert ezek azért szebbek, mint a bátyádé, ugye? Nem szebbek, szerintem ezek se. Egyformák ezek. Mi lenne apáddal, ha te egyszer itt hagynád? Hogy elmenné máshova dolgozni. Gondoltál erre? Nem. Megéri ezt csinálni? Hát, öniba. Ha nem is éri meg, de akkor is valamit, ha tündi. Akkor is valamit csinálni kell, már muszáj. Már a mostani világban munkahely se biztos ma, ha van is esetleg, mert ezek a multinacionális cégek, amik vannak itt a Sárváron, meg erre-arra,
három hónapra fölveszik az ember, aztán meg elküldik munkanélkülire, úgy nem lehet. Zolikám, hogy van ez, hogy apád ad neked fizetést, vagy hogy működik ilyen? Közös közszal vagyunk. Közös, hát akkor mindig annyit veszökölni, ez kedved? Nem, de mindig a pénz az úgy van, hogy ha valami kiadás van, akkor az arra megvan a pénz. A családi gazdaság van. Világos. Aha. Most kiadás átlag mindig olyan van, hogy családi kiadás van, hogy most... Tehát a gépekre... Meg hát... Ilyesmire. Hát lassan neked meg kéne nősülni, te fiú. Ráérek, még én arra. Nem kell kapkodni semmit sem. Hát valami olyan asszony kéne, aki ért a tehenekhez, ne? Hát... A mai világon ma nem igen van. Igen van. Valami román menyestek én. Látod, apád már kitalálta. Ismered mindegyik állat? Persze. Na, mi a nevük? Nézd, szerint. Hogy most vannak? Sorba. Sorba? Hát az utolsó, az a Narcisz, Bambi, Angéla, Zsófi, Tündi, Pesek, Kitti, Panni, Juci, Valentin, Gabi, Hattyi az utolsó. Na gyere, pici. Most mit mondtunk, mi lesz akkor? Nem vég. Elvagyok. Vagyok. Jó van, fújikám. Hogy? Az az első ilyen sarga, azt mondják, nem azt mondják, hanem abban mindenféle vitamin van, ugye az igen, és pozitív, minél állod megkapja. Már a bél rendszert elkészítettek neki a bél sar. Pajtás. Állj át annyi hasznú, tehérrel lesz hallom, mint amokat a sidaig az idén a 40 ezer volt, állítólag jövőre 5 fán lesz, vagy 6 font. Kifagyott a tájhényállomán, rá leszik szorúba külföldig, megölték a tájhényállomán. Igen, sajnos. Ha nézd meg, valamikor abban a faluban is mennyi volt. Most én nálam van kettő, Tóninál van egy, a Borozzoli bácsinál sincs semmi se. Az Imrénál még van három, de hát nem fáj, egyedül a Kalmannál van. A nagyobb tételben. Na meg hát a Palinál van lenne tanyán, de hát az se fáj. Mennyi disznót szoktatok vágni? Kettő? Kettőt. Aha, és el is hogy? Hát úgy, hogy a nővérem már együtt. Ja, úgy együtt, aha. Bizbalul az is aztán. Elmegy. Te! Én az, hogy boltba menjek, mit veszek meg? Látod, fertőzött a paprika, fertőzött a most már azt lehet mondani, a táj, a tojás, minden fertőzött most már. Akkor de. Van termény, annyit vízlalok, ami nekünk kell, azt a jó van. Tavaly három volt, azt mondtam, hogy egyet állapok belőle, nem sikerült. Maguknak mennyi földjük van? Annyi, maga a fedezvedett ház alakutat több mint 10 hektár valamivel. Azon gazdálkodnak most? Azon, annyi. És mit? Ott most gondolod, Jani, 4 forintért szántja a kövét. 3 forintért basszak tartalmazak, készítik át, meg akkor azért vatik át. Most egy hektár föld 2700 mennyőr. Nekem jobban kötünk. Egy hektár? Igen, az annyi körülbelül. Nincsen 800. Ugyan most mibe kerül? Akkor abban úgy kell megvenni a vetőmagot. Mert az a vetőmag ma a kutyafasza. Csavazott vetőmag, amikor a
a termésért adtak csak magyarul mondva múlt évi alatt 3000 forintot, ma azonként a vátyamagot kellett 7000 valamennyiért megvenni. Nem olcsó. Akkor 10000 valamennyiért adottak le hektáronként. Holom meg kellett pucsultatni. Nincs. Hozott-e valami jót maguknak az Európai Unió? Nekünk? Hogyne. Dörejétnek megmondani. Jó picsarrugást. Az hozott. Az hozott. Mit gondol? 10-20-30 év múlva milyen falu lesz ez? Hát semmilyen. Nem lesz a falu. Hát nincs már 300 lélek, Jani. Amellett volt 44 ház, ami az osztrákoké. Most már aztán próbálnak amára kinyom elég túl, amelyik kolom volt tőle, de hát te az Istennek. Kinek vesz? Edukában nincs fiatal ember. Ami van, a mindolan falu dologtalanja. Mikor volt az első probléma? Én az két éve volt. Két éve nyáron. Hát mikor el és után közvetlen elpusztult az egyik tehenem. Akkor a fél évre egy meg nem szűnő tőgyulladás miatt kellett kényszerválgatni. Az is ingyen ment semmibe. Aztán még egy. Szóval ilyen volt, és ezt azért fel kellett tudni dolgozni, de hát most már erre az időre sikerült. Most már túl vagyok rajta. Akkor nehéz volt. Ezért volt segítségem nekem, a bajban mindig volt, mert például a Farkas Kálmanék azok maximálisan segítettek nekem. Hát a utolján itt maradt a kisborjú, és akkor olyan volt, hogy a Kálmán ingyen adta a tejet, amivel a borjút neveltem, mert a másik tehenem éppen nem volt fejős. Meg hát mindenben úgy segített, nagyon sokat segített. És azért az számít az embernek, hogyha valakire számíthat a bajba, mikor nagy baj van, és akkor azért valaki van, aki segít. Nem gondoltam, hogy abba kéne hagyni, mert hát egyszer csak lesz jobb is. Egyszer csak változik. Hát én nem. Majd abba hagyom. Most már nem sokára, de még egyelőre nem. Amióta összekerültünk, mi nem nyaraltunk. Vagy például egy városi ezt el sem tudja képzelni, hogy nincs szombatunk, vasárnapunk, vagy nincs karácsonyunk. Nem az, hogy nem tartjuk meg az ünnepet, mert megtartjuk. De a magunk módján. Nem úgy, hogy át tudunk menni valahova, és akkor kicsit élveznénk a szabadságot. Vagy azt, hogy kiszakadunk ebből a mindennapos robotból. Nem tehetjük meg, ezt nem tudjuk megtenni. Egyszer azért, mert nem tudunk olyan megbízható embert találni, aki elvégzi azt a munkát az állatok körül. A másik tudunk még, mert anyagi mód sincs rá. Én hogyha visszagondolok arra, hogy sok olyan segítséget kaptunk, hogy kaptam ruhákat. Nem rossz minőségű, jó ruhákat, de használt ruha volt. És a gyerekek régen szívesen fölvették. De ma már nem. És ez nem pont a gyereknek a hibája, hanem ez a társadalomnak a hibája. Ha én elküldöm egy tiszta, jó, egészséges ruhába, de nem a mai kor divatja szerint, a másik gyerekek megszólják. Tehát ez, amiben nagyon nehezen tudjuk követni, mert ami markás, az nagyon drága. Az utolsó erőmből megpróbáljuk elérni. Minőség, de minőség meg hogy jól van, nem tudom. De a párt is mondja, hogy ha már nem olyan ruhában van, bizony leszóljak. És az utolsó csepp vérünkig azon dolgozunk, hogy a gyerekeknek meg legyen. Semmi értelme. A mi életünknek érted. Mami.
Hát a gyerek a legnagyobb érték a családban. Érted? Már most itt jobban beszélünk a mellé, jobbra is, balra is. A gyerek a legnagyobb érték, ami lehet képzelni egy családért. Azok élén. És mennyi várható? Hát még egy... ott. Nekünk is a kombajban még hátra van egy részlet. Fizetés kötegre alkalmat nem tudjuk kifizetni, mert ugye nem jött meg a tankolta. Ki megy, papa? Jó. Jó van, fiam. Hogy tudtátok ezeket a gyerekeket itthon tartani? Ezek nem akartak elmenni ebből a küzdelmes, nehéz világból? Ebbe születtek bele, ebben nőttek föl. Velünk együtt dolgoztak pici koruk óta. Hát a Kalmi 10 éves volt körülbelül, már mikor elindított önállóan a fejőgépet. Ha olyan volt a munka, hogy a Kalmi nem ért rá, akkor már gyerek átvette. Nem kellett őket itt tartanunk, nem kellett őket lebeszélnünk. Így alakult a kis életük. A Kálmi ezt az iskolát is végezte el. Ő ide jelentkezett. Zolika mondjuk, hát ő asztalosnak tanul, de ő is itthon maradt. Ő is csinálja ezt. Visszajött. És hát látom, lelkesen csinálja az ilyenek is. Hát most úgy vagyunk velük, hogy már a tehénállomány teljes egészében a két fiújé. Megfelezve fele az Zoltán, fele a Kálmélyé. Áttattuk. Igen. De hát egy falu helyen nem is könnyű megnősülni se nekik, nem? Hát... Ja, hát az biztos. Ez biztos. Mondjuk csak a hétvége van nekik. Hát, van-e olyan lány, aki vállalja ezt az életet? Mit gondolt? Azt sem mondjuk, hogy nincs, azt még nem megyük mondani, hogy biztos van. Hát, fiataloknak ez az élet. Azért mi itt láttunk egy kis unokát azért, ugye? Igen. Az is. Hát a kis unokánk anyukájával együtt elköltözött, mert őnek is se tetszett ez az életforma. Lépés lehetne tartani azzal a világgal, a fejlődéssel, te a gép szempontjából is tudod meg mindenből, ahhoz több bevételnek kéne lenni. Ami nincs. Már egyszerűen se hallod, nincs olyan ára, se a gabnának, semminek se. Most, ugye itt kezdődnek a problémák, már fejleszteni meg kellene a mindent. Mindennek. Már a gépáknak is lejár egyszer az élettartama, most az alkotrész arról úgy van, hogy oltári ráfizetés az alkotrészt, de muszáj megvenni. Most egy új gép van, akkor 5-6 évig nem kell ráköteni, talán semmit se. De viszont az új gépnek meg olyan magas ára van, hogy azt nem látja az ember, hogy ki tudja gazdalkodni majd valamikor. Én meg úgy vagyok ezekkel a hitel lehetőségekkel, hogy annak hitelt már most már mindenre kidolgozta, meg mindenre annak, csak ha nem látom a végét, hogy miből tudom visszafizetni, azért meg nem teszem a családot kockára, hogy hónap után kenyér se legyen, már elvisznek mindent az adósságban már. Ez volt a Micót anya. Hát, amikor laktak az August anya. Itt középen volt az Alakes, a Csúri meg. A Alakes akkor itt lakott gyerekkor? Persze, hát az Alakes az még olyan. Picsa, a Csúri, nézd, ott is vagy a kecske. A Csúri sokáig itt lakott, aztán beköltözött Hoszi faluba, de hát jobban jár volna, se be nem költözik.
Gyűröderes. Van, akik elköltöztek, én hamarosan átszújtok őket. Mindenk mennyi kölött a vadászmezőkre. Nem bírták a falusi világot, bazd. Gyűröderes, ne. Tónikám, te hogy bírod a falusi létet? Én nem vagyok, én csak alvóba járok, barátom. Haza megyek aludni. Én nem vagyok János Ház, én megmondtam minden, János Ház sose leszek. Te göncsegi vagy. Göncsegi, dukai, göncseg, dukai vagy. Gyere, deres, ne. Gyere, deres. Rohadt piszkos egy világa, gyerekek. Rohadt egy piszkos világa. Gyere, deres. Ő akarja megmagyarázni nekem, bazni, hogy hol menjek. Hát csináld meg az utat, mondtam neki, aztán nem megyek ezen a fasz földön, bazni. De ő semmi kell hozzá. Akkor rá ő sincs között. Nézd az anyát, picsáljam bele, már elállt. Gyere, deres. Hát az utat egyszer akarja megcsinálni, de a földre nem menjek rá, de barom, majd olyan ló átűnik, hasik abba az mocskosukba, majd abba hajtam. Normális van? Nem érsz te annyit, bazd meg, az összes rokonságot, mind az a ló. Gyere, gyere! Mondom, kezdet, hát ott a kácska léd, de úgy fekvisztek a napon, mint az állat. Hó, de rohadt vagy, bazd! De még olyan nem volt, hogy érezted, hogy nem fog ez menni? Még nem volt? Hé, miért nem? Én nem adtam ilyen filmek sose azt, hogy reményt, hogy na most nem megy. Volt mindig úgy, hogy szar ment a világba, az meg, de meg most is úgy megy, érted? De inkább azt már nem tudjuk abba hagyni. Ez hülyeség már, azt jobban mondani, hogy öreg emberek vagyunk, mert nem csinálni kell, míg élünk, bazd meg. Vágod a kérdés, barátom! Figyeld, öcsi! Ezt figyeld, öcsi! Figyeld! Teres, menj! Menj egyet! A doktor, melyiket kapacsoljuk el! Jaj, ezt a bugát, mert azon nem lehet bírni az a... Mi van vele? A doktor rá lenne velünk egész héten! Jó, csak lenne annyi marha, hogy egész héten ezzel foglalkoztam. Nem, doktor. Az lenne nekünk, ha megfeleznénk a pénzt, doktor. Megfeleznénk a pénzt. Már megint a pénzt. Már megint a pénzt. Mondom, vagy nem. Szarvá, fog meg neki. Elférik még nem, másik nem tud, mit csinál. Nem csinál. Nem. Oda, picsa. Ha, he. Gyönyörű bikaból gyújjanak. Nagyon megy a külhez, ne? Hol van, bocikám? Hát, semmi. Van, aki itt valaki tisztul a kényét. Hogy a villás? A villás? Semmi! Mazagú tetsz! Szabom a nyakát! Na gyerünk, te kölök egér! Na nem, jön vér? Vagy nincs? Hát még meg se szúrt. Ami a lófasz van vele? Vagy nem dagad az ára. Ami a lófasz van vele? Úgy megvan. Baszva húzva fel. Elhúztad meg a szívét is. Szúrj a szívet. Na, jöjj nézni. Jobb szeretne inni kinn a tóvizéből. Csak azt álbaszta. Kell-e egyáltalán nekünk, és ha nem kell, miért nem kell mondjuk így ilyen kis paraszt? Ja, hát ez... Igen, semmi nem ellefele mutat, hogy kell ez nekünk. Mert úgy tűnik, hogy nem kell. Mert megmondom, minden előírás offele megy, hogy ne tudjon megfelelni neki. Mert hiába akarna megfelelni, ha mondjuk anyagilag nem győzni. És hát hogy miért? Hát ugye a tendencia most már elég régóta azért nyugaton is az, hogy a kicsik azok abba hagyják. Nagyok meg még nagyobbak lesznek. Most ugye nálunk ez addig még a TSZ-ek működtek, ez ugye
megvolt. Most, hát aztán ez kormányzat kérdése, vagy nem kormányzat kérdése, ez vagy politika kérdése, ezt én nem tudom meg eldönteni, de hát ugye azért eltérő kormányok alatt a támogatás, meg az irányultság az érezhetően más. Biztos, hogy lesz rosta, és sokan át fognak hullani rajta. Csak az a baj, hogy itt már megint belép a politika, mert ugye ezek az emberek választópolgárok is, és nem merjük kimondani, hogy ha nincs rá szükség, hogy ne csinálja. De valamit fel kéne ajánlani, mert öt szemben vele, hogyha ezt nem csinálom, akkor valamit meg kell élni, mert ha ebből élt eddig, jól vagy rosszul, akkor ezután is meg kéne élni valamiből. Vagy valahogy. Csak nincs alternatíva pillanatnyilag. A faluk azok olyan faluk lesznek, hogy a határuk nem az övék. Szóval érdekes egy helyzet lesz, ez mondjuk 10-20-30 év múlva. Igazából bele se tudok gondolni, hogy merek, mert hogy én most én mondjuk kivétel vagyok, de hogy én nem mehetek ki a határba, mert ott egy rög sem az enyém, és joggal zavar el akárki, aki ott tulajdonos, hogy mit keresek az ő birtokán. Ez egy érdekes helyzet lesz. De az irány ez. Itt nincs jövő. Itt csak egy-két-három év van. Aztán több nincs. Egy-két-három év? Ha nem tudom, nincs is három. Azért ez elég durva. Hát, tartok tőle. Szóval lesznek itt még meglepetések, amikre az ember nem számít. A legidősebb tehén az 18 éves. Innét került a Király Dénes bácsitól Kocsba, annak a leszármazottja, és én akkor onnét hoztam vissza. Hát, ez Horn Gyulának a tehene volt. Ja. Ja, szép tehene volt a Dénes bácsinak. Zapósa, igen. Szegfiú neve. Ez szép, egy nagy tehén. Ilyen hatalmas egy tehén. Rengeteg ikerállése volt. Általában minden második állése iker volt neki ikereket. Az utóbbi időben már nem is nagyon akart fiat fogni, tudod aztán. Amiatt is kell neki menni. Gyere szépen. Gyere. Te mióta gondolod a szépen? Borgyukora voltak. Borgyukora voltak. Hány éves a szépen? Szépen ma az én nevelésem. Tényleg? Ám én. Miért nem? Hiszen gyűjt utána, amikor ki lett hagy büszékorán, mert rétre úgy kísértetett mindig minden ezért. Ment mindig az ember után. Aha. És akkor te hány éves voltál? Iskolába jártam. 10 éves? Hát annál több. Több az éves. Aha. És te nem félti a szekfutó? Nem? Hát hogyan, én mikor kezdtem? 6. voltam. Ezért mondom, hatodikból, mikor kimaradtunk, akkor nyáron. Akkor borgyúzott a Muki. Először, mikor a Mirkás asszisztált itt, ugye? Muki volt, vagy a keserénki dombával. Muki volt, az ugrált át bennetek. Akkor már etetési zév volt. Mert akkor már bánni akartunk, vagy nyárossá volt, mikor a Mirkással itt. Borgyut akartátok megszoktatni, vagy mi volt, azt tartunk, hogy mennetek a tájén. Van ilyenkor az emberben azért valami szomorúság, amikor elmegy egy ilyen régi tehén?
Valamennyi van már. Majdnem akkor a gyerekkorod egy darabja megy el vele, nem? Megköltalít, köljé! Ó, 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 ó,
Na, szegfű! Na! Az a... Még felső tehé lenne, hogy bűncsön előtte másik oszoldanám, hogy... Na! Na! Lehúzd, lehúzd! Na, meg előre menni! Na, nyomd! Gyere, szegfű! Gyere, na! Ne húzd a fáját! Gyere, ne! Gyere, hátul ide gyorsan! Gyere, ne! Fáját, ne húzd ide! Gyere, szegfű! Nem volt jó buli! Mondjuk az izét körbónál! Gyűjtök, akkor kiállják a rászalokat belül, légy szíves, aztán csukjuk le a fájt, azt ott ajtó. Nem, hát, miért nem nyomjuk az ajtóra? Gyere, 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 meg a fájt! Ha 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 ha